Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a bevezetés a programozásba, és a mai alkalommal, hát nagyjából befejezzük a vektort. Kicsit memóriát kezelünk még, illetve picit optimalizálgatjuk, amennyire csak lehet. Ez a mai téma. Kezdjünk neki, és ahogy mondtam, egy előadással kezdjük ma is. És akkor egyrészt megnézzük, hogy így a vektorban mit lehet még tenni. Picit javítgatunk a memória kezelésén, illetve picit hát dinamikusabbá tesszük. Ugye most még nincs benne például a pushback se, tehát nem tudunk változtatni úgymond a méretén, és ez nyilván nem jó, mert akkor úgymond mi értelme van. Szóval mindenképp javítanunk kell ezen. És akkor alapvetően az lenne a téma, hogy változtathatóvá tegyük a méretet, itt jön majd a resize, meg a pushback függvények, megnézzük, hogy azok hogyan működnek, hogyan lehet megvalósítani, és milyen esetleges segédfüggvények kellenek hozzá. Aztán átírjuk templétekre, és vagy hát ilyen templétesre, ami annyit fog nekünk jelenteni, hogy most már mindenféle típusra fog működni a vektor. Ugye jelenleg még csak double-ökre működik, de át fogjuk ezt most írni, hogy mindenféle típusra működjön. Jó. Pontosabban megnézzük az alapjait, mert azért kicsit komplexebb ez annál, de az alapokat mindenképp megnézzük. Jó. És hogyha marad idő, akkor beszélünk egy kicsit itt a kivételekről is, illetve hogy ezek az exception-ök milyen memóriakezelésbeli problémákat okozhatnak, illetve milyen úgymond eszközeink vannak arra, hogy ezeket a problémákat kezeljük. Jó? És hát nyilván a vektorba is teszünk brain checkinget, bár nem, most még nincsen, fogunk beletenni azt is. Jó. Úgyhogy ez a mai menü. Szóval változtatható méretű vektor, ugye ez egy eléggé alapvető feature-e, úgymond ennek az adatszerkezetnek, meg úgy általában bármelyik adatszerkezetnek. Nyilván jó lenne, ha rugalmasan lehetne használni, legalábbis a méretet változtatni, viszont ugye a vektorban minden fix méretű, tehát ugye tanultuk múlt alkalommal ugye a tömböket, ott te lefoglal 100 elemnek, vagy 50 elemnek, vagy akárhány elemnek, az ott annyi. Jó, tehát az ott nem változtatható a méret ilyen kényelmesen, tehát kell valami e fölé az eszköz fölé, amivel ezt meg tudjuk oldani. Hát valamilyen ilyen függvények, vagy valami, amivel ezt tudjuk szabályozni. No, és akkor itt láthatjuk, hogy ha van egy n elemű vektorunk, akkor aznak úgymond három módon változtatható a mérete, legalábbis mi így fogjuk megoldani. Lesz egy resize függvényünk, ez ugye a paraméterről kap egy értéket, és akkorára fogja változtatni a vektor méretét, ami paramétert kap, hát itt most egy 10-es van, tehát a hívás után, resize hívás után 10 elemű lesz a vektorunk. Ugye hozzáadhatunk egy új elemet ezzel a pushback függvénnyel, hát akkor mondjuk valószínű az lesz, hogy egyen megnöveljük a méretét, de majd meglátjuk, hogy hogyan érdemes ezt. Illetve másolással is változhat a mérete. Ugye ezt láttuk ugye a múlt alkalommal, hogy ugye, hogyha rámásolunk egy létező vektor egy másik vektor, akkor az nyilván annak fölveszi a méretét, mert az úgy helyes. Jó? Hát ez a három mód, ahogy változhat a vektorunk mérete. Na de itt akkor egy kicsit álljunk meg, és nézzük meg itt a reprezentációt, illetve hogy hogyan is néz ki ez a vektor. Alapvetően, hogyha többször használjuk a resize és a pushback függvényeket, akkor az okozhat némi kis galibát úgymond, mármint olyan értelemben, hogy ezek a ilyen memóriafoglalási műveletek, tehát a new, illetve a delete, ugye hogyha sokszor használjuk, ezek nagyon erőforrás igényesek. Jó, és nem biztos, hogy érdemes minden egyes pushback hívásnál új memóriaterületet foglalni. Mindjárt majd ezt megnézzük kódba is, hogy mire gondolok. Ezért érdemes lenne előre leallokálni valamennyi területet, még akkor is, hogyha azt nem használjuk. Mondok egy példát, mondjuk 10 elemnek foglalunk helyet,
akkor ne 10 elemű legyen a vektorunk, hanem mondjuk legyen 20. Csak mondtam valamit. Tehát mármint, hogy 20 elemnek foglaljunk memóriát. Miért? Mert valószínűleg fogunk hozzáadni új elemeket, akár a pushback függvénnyel, vagy esetleg foglalunk neki még több memóriát a resize függvénnyel. Ne adj Isten, rámásolunk egy másikat. És picit úgy ezzel csökkentenénk ezeket a memória foglalási, felszabadítási műveleteket. És akkor itt van ábrán is, amire gondolok, hogy ugye itt van nekünk a szokásos int s, meg a double csillag elem, ugye ez a méret, ez pedig ugye az elem pedig az a pointer, ami arra a memória területre mutat, amit lefoglaltunk. És akkor lenne nekünk egy ilyen space nevű változónk, ami pedig azt mondja meg, hogy mennyi plusz elemünk van, ahova tudunk majd értékeket adni. Például itt ugye ez egy sima, ez még ugye double-re van, tehát itt van például, hogy az S az valahol itt van, tehát ennyi darab elemünk van, amelyben ténylegesen van is valami, valamilyen értékek, vagy valami elem, úgymond, és ezen felül van még plusz allokált memóriánk, amit hívhatnánk akár free space-nek is, vagy ilyen szabad területnek, ahol nincsenek ugyan elemek, de itt van nekünk, hogyha használni szeretnénk, akkor egész egyszerűen csak ide már tudunk tenni elemeket. Miért érdekes ez? Mert hogyha tegyük fel, csak size méretű lenne a vektorunk, akkor minden egyes pushback hívásnál föl kéne szabadít, tehát foglalni kéne memóriát, átmásolni ezeket az elemeket, és az utolsóba beletenni az új elemet, amit a pushback-kel akarunk hozzáfűzni. Na most így, hogy van nekünk allokálva egy kis plusz memóriánk, így nem kell new-val memóriát foglalnunk, nem kell delete-t felszabadítanunk minden egyes hívásnál, elég csak annyit tennünk, hogy ide a végére, pontosabban az S utáni elemre ráírni azt az értéket, amit pushbackelni szeretnénk. Jó. De hát megnézzük majd kódba, és akkor ott biztosan egyszerűbb lesz. Oké is. Ugye érdemes lenne egy üres vektort is biztosítani, úgymond, tehát hogy ne kelljen rögtön valahány elemnek lenni a vektorba. Ugye jelenleg még úgy állunk, hogy muszáj valamennyi elemet beletenni, mert ugye ez a intes konstruktorunk van, amit ugye a múlt alkalommal explicitté is tettünk, tehát mindenképp muszáj valahány elemnek lefoglalni memóriát. Ez nem biztos, hogy szerencsés, és nem biztos, hogy jó megközelítés. Legyen lehetőségünk arra, hogy üresen létrehozzuk a vektort, ezt is el fogjuk készíteni, és akkor így semmi, ahogy az ábrán is látjátok, semmiféle free store, semmiféle free space, egész egyszerűen egy üres vektor, aminek az elem mutatója majd egy null pointer lesz, de ezt majd, ha odaérünk, akkor megnézzük. Oké is. És akkor ehhez szükségünk lesz majd egy reserve függvényre, ami annyit fog csinálni, hogy szabad területet foglal, tehát allokál, és ezáltal minden egyéb könnyű lesz, tehát úgymond ez lesz az a függvény, ami a memória allokációval fog foglalkozni. Látjátok itt is, hogy ugye paraméterül kap majd egy integert, ez igazából csak annyi, hogy hány darab elemnek akarunk memóriát foglalni, és akkor itt szépen lefoglalja ezt a memória területet. Nyilván van egy kis hibakezelés, tehát hogyha az a memória méret, amit leszeretnénk foglalni, kisebb, mint ami eddig van, akkor ne csináljon semmit. Jó, tehát csökkenteni sose csökkentsük a memóriát, nyilván, mert akkor el meg fognak elveszni. Viszont, hogyha nagyobb ez a memória terület, akkor szépen lefoglaljuk, átmásoljuk az elemeket, felszabadítjuk a régit, és átállítjuk az új memória területre. Hát valahogy a másolás is alapvetően így működött, és ugye a space méretét pedig ezre a new allokra állítjuk, ugye a space az, hogy hány szabad terület, hogy mennyi szabad területünk van. Ugye ezt lehet látni, hogy nyilván itt lehet ez a new allok szám magasabb, mint az S, tehát ez természetesen lehet, de itt akkor ez komolyabb problémát nem okoz. Igazából itt tényleg csak annyi van, hogy bővítjük a területet, tehát úgymond foglalunk le még egy kis plusz memóriát.
Jó. És akkor itt van ugye a resize. Nyilván, hogyha a reserve adott, akkor a resize már alapvetően nem olyan nehéz. Ugye itt megint annyit kell látni, hogy ugye a reserve fog allokálni, tehát ő foglalja a memóriát, a resize pedig az elemeknek fog értéket adni. Jó? És akkor ezt is látjuk itt, hogy tulajdonképpen megint itt adunk egy paramétert, hogy mekkora legyen az új méret, és ezt mi lefoglaljuk. Jó, tehát egész egyszerűen ezt átdobjuk a reserve függvénynek, foglalkozzon ő a memória foglalással. Jó, nekünk ezzel itt konkrétan ne legyen feladatunk, és igazából csak annyi történik, hogy amire állítottuk, tehát amire méreteztük, az új méretnek az új elemeket kinullázzuk nullára. Kinullázzuk. Simán csak semmi különös nem csinálunk, csak kinullázzuk. Jó? Itt látjuk rögtön, hogy csak az új elemeket, tehát nyilván a régiek maradnak, tehát azokat nem bántjuk, viszont az új elemeket nullára állítjuk, tehát itt a resize-ba inicializálunk is. Jó? Hát az, hogy pontosan egy elemnél mit jelent a nulla, nyilván amíg double-nél vagyunk, addig ez nem lehet probléma, de itt majd lehet, hogy lesz egy kis munkánk. Oké. Okay. Jó, és nyilván itt a size-ot fogjuk az új size-ra állítani, nem pedig a space-t. Jó, tehát az ne keverjük össze, a kettő az nem ugyanaz. Jó, na és akkor nézzük meg a pushback-et, hiszen hogyha adott a reserve, és tudjuk használni, akkor a pushback-et már viszonylag könnyű implementálni. Ugye alapvetően ennyi lenne a lényegi rész, tehát hogy az s-edik, a századik elemet, bocsánat, állítsuk be egyrészt a d-re, ugye a d az, amit paraméterül adunk, tehát állítsuk be a d-re, illetve növeljük a size méretét, hiszen hozzáadtunk egy új elemet. Ó, tehát egyen nagyobb lesz ugye a vektorunk mérete, viszont itt van egy kis úgymond ellenőrzés. Egyrészt megnézzük-e, hogy null-e a size, ez később már benne lesz, ugye, hiszen tudunk majd üres vektort készíteni. Akkor, ha üres a vektorunk, akkor nyilván foglaljunk memóriát a reserve-vel, hát mondjuk 8 elemnek. Jó? Lehetne 4 is, lehetne 16 is, igazából ez csak egy ilyen szám. Tehát akkor foglalunk memóriát. Egyébként, hogyha tele van a vektorunk, tehát hogy az S az egyenlő a space-szel, tehát nincs üres hely a vektorunkba, akkor foglaljunk, de hát mennyit? Hát mondjuk kétszeresét annak, ami eddig volt, mondjuk duplázzuk meg. Tehát volt egy 4 elemünk, akkor most legyen 8, ha 8 volt 16, 16, 32. Hát igazából ez is választás kérdése. Itt ezt úgymond ti döntitek el, hogy mekkorát szeretnétek, lehetne a triplája is, a négyszerese, igazából ez rátok van bízva. Nyilván függ attól, hogy minek foglalunk memóriát, alapvetően ez egy ilyen szokás, duplázzuk mindig a méretet. Jó, rendben van. Rendben van. Van egy apró technikai dolog, amiről mindenképp beszélnünk kell, ez pedig a this mutató. Szerintem használgattuk már, főleg amikor az operátorokat írogattuk, de akkor nem igazán, sőt egyáltalán nem magyaráztuk el, hogy mi is ez a this. Na most alapvetően ez a this pointer, ez minden egyes objektumban benne van. Ha bele akarjátok tenni, ha nem, ez benne van. És így a vektorba is. Jó, nyilván nem írtuk be, implicit módon mindig ott van ez a díszmutató. Ugye a vektor egy objektum, nyilván, és erre a objektumra tudunk pointert állítani, tehát el tudjuk kérni az objekt, ennek a vektor objektumnak a címét, és ezt egy vektor pointernek értékül tudjuk adni. Nyilvánvalóan a vektorunk van a memóriába, rendben van. Na most, előfordulhat az, és most ezt meg is fogjuk nézni, hogy a vektornak valamelyik tagja szeretne hivatkozni az objektumra. Jó? És tulajdonképpen ez a this itt írja is, hogy ez a pointer to self, tehát ez az önmagunk memória címe úgymond, mint ahogy itt is látjuk, hogy ugye hasonlóan, mint a p-pointer, itt van nekünk ez a vektorunk, ugye ráállítjuk a p-pointert, és ugyanilyen a this is.
Annyi különbséggel, hogy a diszt az csak a vektoron belül, tehát osztályon belül tudjuk használni. Csak ott érhető el. Jó, ezt mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan is lehet használni. Technikai dolog, de mindenképp el akartam mondani, mert fontos. Jó. Másik technikai dolog, hogy egy picit majd finomítanunk kell a másoló értékadáson. Ezt is megnézzük majd kódban, de mindenképp fontos lenne. Ugye ez az, amikor egy létező vektorra másolunk rá egy másik vektort, tehát például így, jó, tehát a másoló konstruktorral, és ugye itt használjuk ezt a copy and swap-et, tehát ugye rámásoljuk a régi vektor elemeire, tulajdonképpen a új vektor elemeit, és ugye a pointer pedig megcseréljük. Hát majd mindjárt megnézzük ezt tényleg kódba, hogy hogy néz ki. Viszont ugye eddig korábban úgy csináltuk, hogy mindenképpen foglaltunk új memóriát, abba az új memóriaterületbe másoltuk be az elemeket, és utána swappeltük ugye a pointert, tehát az új memóriaterületre kezdett el mutatni az elem pointerünk. Viszont ez nem mindig hatékony és nem mindig szerencsés, hiszen hogyha van elegendő helyünk abba a vektorba, amire másolnánk, akkor minek bármilyen memória műveletet is végeznünk. Alapvetően bőven elég csak átmásolgatnunk az elemeket. Ezt fogjuk egy picit optimalizálni, és akkor ez az, ami itt látszódik, de ezt majd átbeszéljük akkor, amikor elkezdjük írni a programot. Jó? Mert akkor talán világosabb lesz. Jó, oké is. Na. Az előadást innen folytatjuk majd a templétekkel, ha odaértünk. Szóval, kezdjünk el programozni is, hiszen az az, ami sokat mondó. Hol is hagytuk abba? Nézzem csak meg. Hetesnél. Nagyon úgy néz ki. Szóval egy olyan kellene nekünk, ami hát valahogy így működik. Ugye eddig ilyenünk nem igazán volt, és ez így most nem is működne. Elmentem 8-as névem. De nézzük meg, hogy ír-e valami hibát, mert őszintén szólva én gyanítom, hogy ez így nem fog most működni. Így van. Rögtön írja is, hogy nincs ilyen függvényünk, tehát nincsen ez az úgynevezett default konstruktor, vagy alapértelmezett konstruktor. De hát írjuk meg, és akkor lesz. Nagyon egyszerű a dolgunk, mert egy ilyen MyVector függvény, nyilván ez is. Viszont nyilván valami kezdőértéket azért csak adjunk neki. Ugye alapvetően a size-t mondjuk állítsuk nullára, hiszen üres, illetve az elemünket állítsuk az úgynevezett null pointerre. Jó, tehát most még nem mutat sehova. Oké, és na nézzük meg, hogy most működik-e. Így van. Most már lefordul, bár ez még önmagában meglehetősen haszontalan lenne, hiszen így ezt nem nagyon tudnánk használni még. Hát van egy üres vektorunk, és akkor mit csinálunk vele? Sok mindenre nem jó. De nyilván a teljesség kedvéért, tehát alapértelmezett konstruktor az mindig legyen, mindig határozzuk meg, hogy mi történjen. Jó. Na, és akkor kezdjük el írni ezeket a memória foglalásos részeket, és akkor egyrészt kellene nekünk egy olyan függvény, amivel a memóriát foglaljuk, és legyen ez a reserve, hát éppenséggel lehetne privát is, talán az lenne a szerencsésebb. Nem gondolnám, hogy a reserve függvény kívülről is hívnánk, de írjuk meg itt. És ugye paraméterbe pedig azt adjuk meg, hogy
hogy mekkora memória területet foglaljunk le. Hát viszont akkor ne new size legyen, hanem new allok. Mert az talán egy kicsit beszédesebb. Jó. Na és akkor tulajdonképpen ide jön az a hibakezelés, amit beszéltünk. Tehát, hogyha a new allok, tehát amekkorát leszeretnénk foglalni, kisebb vagy egyenlő, mint a memória, ami le van foglalva. Így van. Akkor simán csak menjünk vissza, térjünk vissza, akkor ne csináljunk semmit. Jó, viszont akkor vegyük fel ide ezt a space változót. Hát legyen ez is ez a long unsigned int. Ne csak sima inteket használjunk, mert lehet ez a vektor egész nagy is. Rendben van. Viszont egyébként akkor foglaljunk memóriát. Így van. És másoljuk át az elemeket. Igen, ez egy fontos lépés. És a PI-be másolunk az elemeket. Jó. Tehát ugye a újonnan lefoglalt memóriaterületbe bemásoljuk azokat az elemeket, amik ott voltak. Így van. Szabadítsuk fel a régit. Illetve az elemre állítsuk rá ezt a p-pointert. Így van. Jó, és még egy technikai dolog, hogy nyilván a space-t pedig a new allokra állítsuk. Jó, látjuk, hogy itt a size-t nem piszkáljuk, tehát a size az marad tulajdonképpen ugyanaz, hiszen új elemet nem adtunk hozzá, így csak memóriát foglalunk, ha esetleg nem lenne elég, akkor hívjuk ezt a függvényt, megmondjuk, hogy mennyi legyen az a memória terület, amit foglaljon le, és igazából csak tényleg memóriát foglalunk. Jó, ez az, ami látszik, hogy a vektor elemeit egyébként nem bántja. Jó. Na most, amit még így érdemes lenne, hogyha már van egy ilyen reserve függvényünk, hogy legyen már egy olyan függvényünk is, amivel ezt le tudjuk kérdezni, pontosabban a szabad területet. Ez meg legyen ez a capacity, és ez simán csak adja vissza a space-t. Jó. Hát miért is ne? Alapvetően nem biztos, hogy ezt fogjuk használni, de sose árt, ha van. Jó. Tehát tényleg csak ez a capacity annyit ad vissza, hogy mennyi memóriánk van éppen aktuálisan lefoglalva a vektorba. Oké, és jó. És akkor jöjjön a resize, hiszen ez következik. És itt pedig az, hogy mekkora legyen az új méret. Jó. És akkor itt első körbe ugye foglaló memóriát. Jó. És ugye ez itt már nyilván valamelyest akkor hiba kezelés, tehát hiába akarnánk kisebbre állítani a méretet, nem igen fog működni. Jó, tehát nem igen fog működni, hiszen itt akkor visszatér nekünk, szűkíteni nem lehet a vektort. Jó. Oké, és így akkor alapvetően biztonságosan meg lehet azt is csinálni, hogy az újonnan lefoglalt méretet nullázzuk ki, pontosabban az újonnan lefoglalt elemek értékét állítsuk nullára. Nyilván itt, hogyha nem, ha itt nem történik memóriafoglalás, akkor itt se fog semmi történni. Tehát ez a for ciklus egyszerűen csak kilép, vagy ilyesmi, tehát itt elemeket nem fogunk veszíteni.
Jó, rendben van. És még annyit tegyünk meg, hogy ezt állítsuk a new size-ra. Így van. Jó, rendben van. Jöjjön a pushback. Nézzük meg azt is. Ugye, ahogy beszéltük az előadáson is, pushback, és itt ugye konkrét elemet fogunk pushbackelni. Így van. Jó, és akkor jöjjön ez a kis hibakezelés, hogyha a méretünk az nulla, akkor foglaljunk helyet mondjuk 8 elemnek. Tényleg ide bármit lehet, akár 4-et is, 16-ot, ezt, vagy 10-et, ez rátok van bízva. Egyébként meg, hogyha... Hogy is volt, hogyha a méretünk az akkora, mint a space, ugye? Tehát tele van úgymond a vektor, akkor foglaljunk helyet kétszer space-nek. Tehát duplázzuk meg a lefoglalt memória méretet. Egyébként meg adjuk hozzá az utolsó elemet. Tehát fűzzük fel ide úgymond a vektorra az utolsó elemet, és növeljük a méretet. Jó. Hát tényleg, ha látjuk ugye, hogy adva van a reserve függvényünk, így akkor ezek azért már tényleg könnyűek. Itt ez az, amit tényleg jól ki kell, végig kell gondolni, hogy jól működjön. És akkor a többi az már tényleg nem vészes. Jó, oké is. Na, amit én még javaslok, hogy készítsünk el, az, ahogy mondtam, ugye itt a másoló értékadás. Jó, tehát hogy fölöslegesen ne kotorászunk a memóriába. Jó, és akkor ezzel a diszpointernek a működését is meg fogjuk nézni. Na most nyilván, hogyha ezt alapvetően nem akarom bántani, mert szerintem ez itt jó, hiszen hogyha nincs elegendő méretünk, nincs elegendő területünk abban a vektorban, amire másolunk, akkor nyilván ennek kell lefutnia, tehát foglalnunk kell memóriát, átmásolni az elemeket, felszabadítani a régit, átállítani a pointert, meg megfelelően beállítani az értékeket. Tehát szerintem ezen nekünk különösebben módosítani nem fog kelleni, viszont nyilván, hogyha van elegendő memóriaterületünk, akkor ne történjen memóriafoglalás. Jó? Tehát ez akkor fog lefutni, ha nincs elegendő memóriánk abban a vektorban, amire másolnánk. Remélem, az előbb is jól mondtam. Most akkor javítanám magam akkor is, hogyha esetleg jót mondtam. Szóval ez akkor van, hogyha nincs elegendő memóriánk. Viszont ha van elegendő memóriánk, tehát hogyha a másolandó vektor mérete kisebb vagy egyenlő, mint a memória terület, ami a mi vektorunk, ami abban a vektorban van, amire másolunk, akkor igazából csak annyit kell tennünk, hogy másoljuk át az elemeket. Jó? Így van. Oké. Nyilván legyen helyes a méret, tehát azt persze állítsuk be. És mivel, hogy operátorban vagyunk, ezért adjuk vissza a diszpointert. Jó. Tehát egész egyszerűen semmiféle memória művelet ne történjen, mármint ilyen new meg delete, úgy értem, tehát memória foglalás és felszabadítás, hanem egész egyszerűen csak másoljuk át az elemeket.
Jó. Viszont még egy hiba kezelés érdemes, hiszen mi van, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk van két vektorunk, vagy van egy vektorunk A, és azt mondjuk, hogy A legyen egyenlő A-val. Ezt is kezeljük le, ez nem mondanám, hogy hiba, tehát ilyet lehet csinálni, viszont ezt akkor kezeljük már le. És akkor ez pedig úgy lehet, hogyha a dísz, tehát az az objektum, amiben vagyunk, az megegyezik a másolandó vektor címével. Jó, és akkor ezzel már tényleg látjuk is, hogy hogyan működik a diszpointer. Akkor adjuk vissza, tehát akkor ne csináljunk semmit. Jó, csak térjünk vissza a self-referenccel. Na most itt rögtön látjuk, hogy ugye itt paraméterül átadjuk ugye azt, ami annak a vektor, arra a vektorra a referenciát, amit másolni szeretnénk. Jó? Tehát mondjuk ezt. Na most, hogyha ez megegyezik annak a vektornak a címével, amire másolni szeretnénk, tehát ami ez, akkor ne csináljon semmit. Jó? Csak adjuk vissza a diszreferenzt, vagy self-referenzt, bocsánat. Jó? Tehát ez csak egy ilyen, hát mondanám, hogy hibakezelés, de nyilván, hogyha önmagára akarjuk másolni, akkor ne csináljunk semmit. Jó. Oké, és na, szerintem rendben is vagyunk, de nézzünk rá. Na, ez nagyon örömteli, hogy lefordul. Viszont akkor próbáljuk már ki, és akkor nyomjunk egy pushback-et. Mondjuk adjuk hozzá 10,5-öt. Hoppá! Valami nem az igazi. Lehet, hogy itt még vannak gondok. Aha. Lehet, hogy a default konstruktorral van még valami probléma. Aha. Nullázzuk már ki a space-t. Okvetlenül. Oké, jó. Akkor ez volt a gond, elfelejtettük ott a space-t kinullázni. Igen. Na, ez egy tökéletes példája volt annak, hogy miért kell mindig kezdőértéket adni a változóknak. Jó? Mert hogy jön a segfault egyből. Oké is. Na, viszont akkor picit nézzük már meg, hogy mi is történik és hogy is történik. Először is mondjuk írjuk ki p.size-ot. Amikor nullára hozzuk, hát nem is a size-ot kéne szerintem, mert a size nem olyan érdekes, inkább a capacity-t. Mert azzal fogjuk látni, hogy jól működik-e. Így van, inkább ezt kéne kiírnunk. Nyomunk egy pushback-et, írjuk ki utána is, és nézzük meg, hogy mi történik. Oké is. Ugye látjuk, hogy a kezdetben ugye az üres konstruktor teszi ugye a dolgát, pontosabban a default konstruktor teszi a dolgát, szépen kinulláz mindent, most már, hogy megjavítottuk főleg, és nyilván így akkor nullát fog kiírni, mert üres vektor, nincs memória terület foglalás. Viszont nyomtunk egy pushback-et, mi történt ennek hatására? Ugye itt a pushback megkapta paraméterül ezt a számot, most ez akármi is lehet. Megnézte, hogy mekkora a size, ugye mivel hogy egy üres vektorunk van, ezért a size itt biztosan nulla, ezért azt mondta, hogy foglaljunk memóriát mondjuk 8 elemnek. Ugye ez a reserve függvény feladata, itt a reserve függvény megnézte, hogy a new alloc az kisebb, mint a space, hát nyilván nem, mert még most üres a vektorunk, tehát itt ez nyilván nem térünk vissza, hanem akkor elkezdünk szépen memóriát foglalni, hát itt 8 darab double-nek,
Ugye itt másolgatunk is, bár itt még ugye nem nagyon van mit másolni, hiszen a size az nulla. Jó. Kitöröljük ugye a korábbit, átmásoljuk és beállítjuk. Jó, tehát alapvetően ez szépen teszi a dolgát. Ugye nyilván ez itt most nem olyan érdekes, hiszen ugye itt ez szépen lefutott, majd utána az utolsó elemre fölfűzte a 8-ast, reményeink szerint legalábbis, mert ezt még nem próbáltuk ki, de akkor próbáljuk ki. Írjuk ki, hogy akkor ez működik-e. Jobbá. Így van, tökéletes, jó. És itt ki is írja nekünk azt az egy értéket, amit a pushback-kel mögé tettünk. Na, akkor terheljük ki egy kicsit a dolgot. Hogy is akarom? Így. Oké. És írjuk ki utána is a capacity-t. Nézzük meg most, hogy hogyan fog működni a memóriafoglalásunk. Oké, érdekes. Látjuk, hogy most 32-t foglalt le nekünk a... Tehát 32 itt a reserve. Szépen itt benne van. Hány darab ez? Tizenhat. Hát akkor pont átléptük. Így van. Ugye miért 32? Itt szépen jött a pushback hívások, és folyamatosan nézte azt, hogy nulla, hát nyilván nem nulla, mert már van. Megnézte, hogy a size az egyenlő a space-szel, és valahol, hol is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát talán itt, de mindjárt kihiba kezeljük. Teszünk elé is, mögé is, csak hogy lássuk. Hát így van. Tehát itt átléptük a... Ez már ugye a 9. elem, ha jól számolom. Így van. Ez a 9. elem. És ugye a 9. elemnél látta azt a pushback, hogy a size az pontosan egyenlő a space-szel. Tehát új elemet nem fog tudni hozzátenni, csak akkor, hogyha foglalunk memóriát. Jó? Így a reserve-vel foglaltunk memóriát, hát kétszeresét a space-nek, és onnantól kezdve a capacity 16 lett. Jó, majd nyilván beállította az utolsó elemnek azt, amit átadtunk paraméterül, de ez ugyanaz, mint ami az imént is volt. Jó, aztán itt megint elkezdtünk elemeket hozzáadni, és itt megint megnövelte, hiszen betelt az a 16 hely is. Hát hol, valahol itt az, hogy 9, 10, 11, 12. 16, szerintem ez után, de nézzük meg ezt is. Így van, pontosan itt telt be a 16 elem, ez már a 17. elem, ezért megint megduplázta a vektorunk kapacitását, úgymond. Na, úgyhogy a memória kezelésről ennyit. Alapvetően ezzel szerintem be is fejeztük. Pár dolog lesz még itt, hiszen azért egy-két eszköz még jó lenne a kezünkbe. És akkor így menjünk is tovább. Ugye, ami itt nekünk még hiányzik, és okvetlenül kellene, az ugye látjuk azt, hogy itt az operátorunkban gyakorlatilag nincs hibakezelés. Tehát... Hát most kipróbálom, hogy mi fog történni. Szerintem valami misztikus dolog. Ugye? Tehát nincs hibakezelésünk. És alapvetően
ezt most meg kellene javítanunk, hiszen nyilván ez így nem oké, tehát ez így nem maradhat így. Úgyhogy nem ez volt a javítás. Szóval kell valami, ami nekünk hibát fog jelezni, ha rosszul indexeljük a vektort, vagy olyan vektorelemet akarunk elérni, ami nem létezik. És igazából ezt bármi meglepő nem ide fogjuk írni, hiszen a standard library-beli vektor egy másik függvénnyel kezeli a hibát, mégpedig az add függvénnyel, és akkor mindjárt megnézzük ezt az add függvényt, hogy hogyan is működik. Addig tényleg csak annyi, hogy ez egy ilyen optimalizációs döntés. Bármi meglepő, a hibakezelés nem mindig szerencsés, és nem mindig jó, ha van. Főleg ilyen időérzékeny alkalmazásoknál, tehát amikor fontos az, hogy egy program alkalmazás mennyi idő alatt fut le, és azt pontosan szeretnénk tudni. Nem is igazából az a lényeg itt, hogy gyors legyen, vagy ilyesmi, hanem amikor pontosan tudnunk kell, hogy egy program mennyi idő alatt fut le. Nem mindig szoktak hibakezelést tenni, pontosabban adnak lehetőséget arra, hogy ezeket a hibakezeléseket kikerüljük. Jó? És ezért van az, hogy a standard library-beli subscript operátor nincs hibakezelve. Tehát nincs benne hibakezelés. Jó? Úgyhogy most mi is követjük ezt a filozófiát, és mi se ide fogjuk megírni a hibakezelést, hanem egy külön függvénybe. Ide az osztályunk végére, és ez lesz ez a add függvény. Ugye ugyanúgy fog működni tulajdonképpen, mint az operátor. Hát elem legyen, ne elem, en legyen, csak még ne keverjük össze. És tulajdonképpen ez a add függvény fogja végezni. Igazából ugyanazt fogja csinálni, mint az operátor, csak ide teszünk egy hibakezelést, ami nagyon egyszerű, hiszen tényleg csak meg kell néznünk, hogy az n az kisebb-e, mint nulla, vagy pedig nagyobb-e, mint a size. Nagyobb egyenlő, pontosabban. Jó? Mert ilyen elemek nincsenek, tehát nyilván negatív sorszámú elem nem lehetséges, ugye? Ez az, amit ugye múlt héten beszéltünk, hogy a tömböknél ez komoly problémát tud okozni, illetve hogyha ez az n nagyobb, nagyobb vagy egyenlő, mint az s, ugye az s az, hogy hány darab elemünk van, akkor ugye az megint csak nem lehetséges, tehát ott nincs elem a vektorba. Jó? És akkor tulajdonképpen itt egyszerűen csak dobjunk egy, hát legyen egy ilyen my out of range kivétel. Csak így egy, opa. Nem így, hanem így. Csak hogy tényleg egyszerűen nyilván nem kell bonyolítanunk, viszont akkor legyen egy ilyen my out of range kivétel osztályunk. Ami az égvilágon semmit nem fog csinálni, csak van. Jó, tehát egyelőre kivétel osztályokat még ne definiáljunk. Azt majd később. Jó. Szóval ezt a hibát fogja nekünk dobni, hogyha rossz indexre hivatkozunk. Egyébként meg adja vissza a megfelelő értéket. Pontosabban a referenciát, nem is értéket. Jó? Mert referenciát adunk vissza. Jó, szerintem megfelelő a referencia. Viszont akkor, hogy const correct legyen a objektumunk, ezért legyen ennek egy ilyen konstans változata is. Ami viszont már ténylegesen az értéket fogja csak visszaadni. Jó, tehát itt a n-edik elemre adunk vissza egy referenciát, itt pedig az n-edik elemnek csak az értékét adjuk vissza.
De nézzük meg, hogy működik-e. És akkor innentől kezdve már nem a subscriptet használjuk, hanem az add-it. Próbáljuk ki. Így van. Ez eddig tökéletesen működik. És akkor nézzük meg, hogy a hiba kezelésünk az működik-e. Hát így van, csak akkor kapjuk is el. Tehát akkor nyilván egy try catch-et mindenképp izítsunk be. Hát, hogy csináljuk ezt, nem kell szerintem ezt túl bonyolítani, így ez tökéletes. Most legalábbis. És akkor egy ilyen egyszerű kis vector index out of range, és adjunk vissza egyet a tanult módon. Próbáljuk ki megint. Tökéletes. Jó, rendben van. És most már van hiba kezelésünk is. Jó. Nyilván ezzel szemben ugye továbbra is használhatjuk természetesen a subscript operátor, tehát nyilván az nem tűnt el, csak az ugye nincs hiba kezelve ilyen optimalizációs okokból, tehát azt látjuk, hogy itt ez bizony túl tud menni. De ahogy mondtam, különböző alkalmazások különböző megközelítéseket igényelnek. Alapértelmezetben használjuk nyilván az etet, mert ott van hiba kezelésünk, de adott esetben szükség esetén használhatjuk a subscript operátort is, ha az alkalmazásunk azt igényli. Csak egy dolog van hátra itt a... a vektorból, amit mindenképp meg kéne néznünk, az pedig a templétesítés, tehát az, hogy mindenféle típusra működjön. Itt egy picit ezt kigyomlálom, mert itt ez most nem fog kelleni. Tehát ugye, hogy működik a standard library-beli vektor? Ugye, mondjuk, hogy vektor, megadjuk, hogy milyen típusú vektort szeretnénk, és aztán elkészítjük. Na most a miénk még nem így működik, a miénk még az csak double-ökre működik, hogy akkor most ezt kellene nekünk kibővítenünk, pontosabban továbbfejlesztenünk, hogy ez így működni tudjon. És akkor egy picit vezessünk már ezt föl így, így az előadással, hogy tényleg ezt szeretnénk, hogy ez a vektor mindenféle típusra működjön, tehát mindenféle objektumot tudjunk így ilyen vektorba kezelni, ahogy itt is látjátok a prezentációba, hogy tényleg double-ökre, intekre, hónapokra, tehát a rekord teljesen mindegy, bármire. Jó? És tulajdonképpen itt ez annyi lesz, hogy az elemek típusa a vektornak egyfajta paramétere lesz, tehát a vektor osztálynak a paramétere lesz az, hogy milyen típust szeretnénk ott tárolni. Jó, és akkor itt nyilván az alaptípusok, tehát a beépített típusok is, és a felhasználó által definiált típusok is kell, hogy működjenek. És tulajdonképpen ez a paraméteres típust hívjuk úgy, hogy templét. És erről egy picit beszélgessünk, hogy mik ezek a templétek, csak tényleg ilyen felvezető jelleggel, mert erről elvileg prog egy ilyen részletesen lesz majd szó. Ugye a templétek a C++-ban a generikus programozásnak a megvalósítása. Most hogy maga a generikus programozás az egy ilyen programozási módszer, hát nem is módszer, hanem egy ilyen eszközkészlet tulajdonképpen. Majd beszélgetünk másról is a későbbiekben, van ilyen, hogy objektumorientált programozás, van ilyen, hogy generikus programozás, eljárásorientált programozás, meg sok más egyéb. A generikus programozás az egy ilyen általános fogalom úgymond, nem a C++-hoz kötődik. Jó? A generikus programozásnak nagyon sok nyelvben van valami fajta megvalósítása, ugye van C++-ban, Java-ban, sok más egyébben.
Jó. A C++-ban a generikus programozás megvalósítása azok a templétek. Jó. Hívhatjuk úgy is, hogy ez a parametric polymorphism, vagy hasonló. Itt most tényleg nem feltétlenül olyan fontos ez. Alapvetően az a lényeg, hogy típusokat és függvényeket is tudunk paraméterezni típusokkal, illetve integerekkel is, de erről most nem fogunk beszélni, ezt most nem fogjuk megnézni. Mi tényleg csak így nagyon alapokban ezt a típusos paraméterezést fogjuk megnézni. Jó, és akkor itt látunk példát ilyen template definíciókra. Ugye eddig a szokásos, tehát van mondjuk valamilyen class buffer, és ott az osztály le van írva nekünk, hogy mit csináljon, tehát itt van egy osztály definíció. És elé írjuk ezt a kis részt, nevezetesen, hogy ezzel jelezzük, hogy ez egy ilyen template lesz, és szeretnénk ezt a templétet egyrészt egy T-típussal, illetve egy N-integerrel paraméterezni. Na most alapvetően mi az Intel nem fogunk most tényleg foglalkozni, itt nekünk ez lesz az érdekes. Hát itt class helyett írhatunk type name-et is, meg még talán van egy harmadik is, de azt nem nagyon használjuk. Tehát class is írhatunk, type name-et is használhatunk, igazából ez tetszőleges. Mindjárt megnézzük a vektornál, hogy ez hogy működik. És akkor innentől kezdve azt mondjuk, hogy ez az osztály T-típussal paraméterezhető, tehát T-típus lesz az osztályunknak a paramétere. Jó. És amikor ezt példányosítjuk, akkor úgymond specializáljuk ezt az osztályt, ezt az objektumot. Hát itt konkrétan ez a buff nevű buffer objektum karakterekre lesz specializálva, és 1024 elemmel. Hát nyilván itt azért meg kell mondanunk, hogy ez a integer mit csináljon, de bufferről lévén szó, azért valószínű egy 1024 karakterből álló buffert fog létrehozni. De inkább ezt majd megnézzük a vektor osztálynál, mert ott azért egy kicsit nyilvánvalóbb és egyszerűbb ez a dolog. Jó, ugyanúgy tudunk így látjuk függvényeket is templétesíteni, ezzel most nem fogunk foglalkozni, pontosabban hát legfeljebb érintőlegesen megnézzük, de nem olyan érdekes ez most, tehát tudunk így függvényeket is, erről majd tényleg elvileg prog 1-en lesz majd szó. Oké, és akkor itt, amikor már hívjuk ezt a függvényt, itt a maga a fill függvény, ez már tudni fogja, hogy a buffer az hogyan van specializálva, ugye egyrészt karakterekre, másrészt pedig 1024 integerre, tehát itt ez már szépen működni fog. Jó. Oké. Na de akkor mielőtt végigmennénk az előadáson, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a vektorban elkészíteni, és hogyan lehet a vektort templétesíteni, úgymond. Nagyon egyszerű, ahogy láttuk az előbb is, ide az osztály definíció elé kell írni a megfelelő kis kulcsszavakat, mégpedig azt, hogy ez egy template lesz, és egy és egy típus névvel type name t. Tehát az, hogy ez a MyVector osztály, ez egy T-típusra működjön. Jó, mit jelent az, hogy T-típusra? Az, hogy minden T-típusra. Na de mindjárt megnézzük, hogy ez akkor mi kell. Ugye egyszerű dolgunk van, hiszen ami eddig ugye double típusú volt, az mostantól legyen T-típusú. Jó, tehát itt mondjuk az, hogy ez a MyVector osztály, ez minden T-típusra működjön. És amikor majd specializáljuk, akkor mondjuk meg azt, hogy ez a TS pontosan mi legyen. Jó? Na de hát akkor nyilván, hogyha itt ki kellett cserélni, akkor máshol is ki kell, úgyhogy akkor menjünk szépen végig. Ugye nyilván akkor a memória kezelést is át kell alakítani, hogy nem double-ökre foglalunk memóriát, hanem T-típusú memóriát foglalunk. Itt is ugye az inicializáló lista az ne double-ökre, hanem T-típusukra működjön. Itt is T-típusoknak memóriát foglalunk. Ja, akkor itt is át kell írnunk. Oké. Itt is T-típusnak foglalunk memóriát, és T-pointernek. Jó, ezek szerintem jól vannak.
Okay. Itt is ugye az operátornál ugye t-típust fogunk visszaadni, t-referenciát, itt pedig t-értéket. Okay. A reserve-öt is meg kell így akkor javítanunk, hogy itt is a memóriafoglalás t-típusra történjen. Oké. Igen, akkor a pushback az is T-típusú objektumokra kell, hogy működjön. Jó, az add függvény is. És ha minden igaz, akkor ennyi volt a teendőnk. Viszont valami még gyanús, amit ránézek, de jó. Oké. Na és akkor próbáljuk ki, hogy működik-e, mondjuk stringre. És akkor mondjuk azt, hogy adjunk hozzá három stringet, mondjuk v pushback jack, legyen egy Jill, és legyen egy Sarah. Jó, és hát nyilván írjuk is ki. Jó, próbáljuk ki. Ó, de igen, v.size kell. Oké, és akkor futtassuk is. És tökéletesen működik. Reményeink szerint legalábbis. Jó. Na de akkor próbáljuk ki azért egy másikkal is, mondjuk egy double-lel. Vagy ne is double-lel, mert hát double-lel próbáltuk. Mondjuk ez legyen v, hát int, mondjuk az meg nem olyan látványos, de legyen int. És akkor itt integerrel paraméterezzük, és akkor itt integereket adjunk át. És itt nem V-t írjuk ki, hanem VI-t. És működik integerekre is. Nagyjából. Jó. Alapvetően tényleg nagyon alapjaiban így tudjuk templétesíteni, és akkor nézzük meg, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye a vector double az tulajdonképpen így néz ki. Hát itt ugye double-ök vannak, ugye ezt csinálgattuk eddig, ugye itt double pointerünk volt, ugye double-öknek foglaltunk memóriát, itt is ugye egy double referenciát adott vissza a subscript operátor, mint ahogy az add függvény is ugye. Tehát ez eddig rendben volt. Na most ugye a karaktereknél tulajdonképpen annyi a különbség, hogy karakterpointert kell itt használni, ugye karaktereknek foglaló memóriát, karakterreferenciát adunk át, tehát e szerint használjuk, jó? Hiszen a vektorunkban karakterek vannak. És akkor ugye jöhet a, úgymond a generalizálás, hogy egy vektor t pedig tulajdonképpen annyi, hogy t pointert adunk át, vagy t pointer, t típusú pointer lesz az elem, t típusú elemeknek foglalunk memóriát, és látszódik az is, hogy itt t-referenciát ad át az operátor. Jó? Illetve az add függvény is. Jó? Tehát tulajdonképpen igazából nem mondjuk meg azt, hogy double legyen, vagy karakter legyen, hanem azt mondjuk, hogy t-típusú legyen, és amikor specializáljuk, amikor példányosítjuk, akkor fogjuk megmondani azt, hogy az a vektor milyen típusú elemeket tároljon. Tulajdonképpen nagyon ilyen kis technikai dolog, hogy amikor itt megmondjuk példányosításkor, hogy milyen legyen a típusa, akkor a fordító egész egyszerűen annyit csinál, hogy ezeket a t-ket a forráskódban, ezeket a t-ket kicseréli stringre.
Jó, most tényleg csak ilyen nagyon egyszerűen, nagyon konyha nyelven így képzeljétek el. Jó. Oké, és de mondom, itt a specializáció fogja azt megmondani, hogy ez a MyVector osztály milyen típusú elemre működjön. Jó, rendben van. Nyilván azért az élet nem ilyen egyszerű, tehát azért azt meg kell jegyezni, hogy itt azért még nagyon-nagyon sok memóriakezelési probléma előjöhet, és nagyon-nagyon sok memóriakezelési teendő is van egyébként. Hiszen nyilván itt most ugye fölvetődhet az a kérdés, hogy mi van akkor, ha csinálunk egy olyan MyVectort, ami MyVector típusú elemekből van, ami ráadásul MyVector típusú elemekből van, ami ugye már mondjuk lehet, hogy devölöket tartalmaz. Jó? És ennek is működnie kell. Tehát ez nagyon fontos, hogy ennek is kell tudnia működnie, hiszen generalizáltuk. Jó? Hát ezt mondhatnám, hogy ilyen háromdimenziós vektor, vagy, de mindegy, nem is ez az érdekes. De itt azért már tényleg előjöhetnek olyan memóriakezelési problémák, amikkel most még nem fogunk tudni foglalkozni. Jó? Illetve mi történik akkor, hogyha az, ami vektort létre akarunk hozni, valamilyen free store-beli memóriát foglal. Tehát maga az objektum, amilyen elemeket akarunk. Nyilván ezeket is ki kell agyalni, végig kell gondolni. Ez itt már tényleg azért bonyolítja a dolgot. Ezzel viszont mi nem fogunk tudni foglalkozni, mert most erre nincs idő. Én akkor ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.